Dr. Habil Barta Róberttel, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet igazgatójával, egyetemi docenssel arról beszélgettünk, hogyan látja Karczak szerepét a helytörténeti kutatásban, valamint miképpen teljesítenek a karcagi diákok a Debreceni Egyetemen. Minden közösség egyik legfontosabb összetartó ereje a hagyományok megléte, azok ápolása, a múlt ismerete, számontartása. Enélkül a közösségek jelen és jövője nehezen értelmezhető. Anélkül, hogy egy közösség ne ismerné a múltját, úgy az a jelent se, meg a jövőt se lehet építeni. Persze ezek közhelyes dolgoknak tűnnek, de pontosan ez a mostani megemlékezés a Jász Nagykun redemciónak a 275. évfordulója mutatja, hogy ebben a térségben élő lakosság és a karcagi polgárok pontosan tudják, hogy milyen múltú városban élnek, és hogy mennyire fontos ez, és ebben a tekintetben a helytörténet és a helytörténetet művelők szerepe azt hiszem, hogy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon hangsúlyos. Ha visszagondolunk a redemcióról, ott az történik, hogy 1745-ben kap a Jász Nagykun kerület egy olyan diplomát, amiben tulajdonképpen a közösség visszakapja az elvetősi jogaikat. Tehát tisztségviselőket választhatnak szabadon, lelkészt választhatnak szabadon, pallos jogot kapnak, tehát többé-kevésbé a bíráskodási jog jó részét is visszakapják. És a legfontosabb, hogy nem kell, hogy jobbágyok legyenek, tehát a jobbágyi szolgáltatásokról felszabadulnak. Nagyon sok pénzt költenek erre. Több mint 500 000 rajna aranyforintot, ami ma óriási összegnek számít. És ez is azt mutatja, hogy akkor is fontosnak tartották a kollektív jogaikat és a különállásukat és a múltjukat, és ez ma is így van. És ilyen szempontból szerintem Karczag kétszeresen is szerencsés. Egyrészt a karcagi emberek nagyon büszkék a Nagykun múltjukra és hagyományaikra, és ismerik, tudják, hogy egy komoly története van a városnak. Másrészt meg azért szerencsés, mert vannak Karczagon olyan helytörténészek, akik kiválóan és magas színvonalon gondozzák és művelik a helytörténetet. Például az előbb szólt kollégám Pintér Zoltán Árpád, aki kiváló eredménnyel védte meg a történész doktori disszertációját, a doktori címét a Debreceni Egyetemen, és azóta is nagyon komoly könyveket, tanulmányokat írt Karczag múltjáról, tehát én azt hiszem, hogy Karczag múltjának, Karczag helytörténete nagyon jó kezekben van. Nem beszélve arról, hogy borzasztó szerencsés egy olyan kombináció, amikor egy helytörténész, profi történész itt él, karcagi gyökerei vannak, és ahogyan hallottuk, a református gimnázium történelem tanára, tehát a fiatal generációk nevelésében is részt vesz. Én azt hiszem, hogy egy helyi közösségnek döntő szempont az, hogy olyanok képviseljék a múltját, olyanok foglalkozzanak a múltjával, akik itt élnek, ismerik a helyiek problémáit, ismerik a helyiek gondjait, örömeit, mik a napi problémák és a jövőbeli tervek is mik. Ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és végül azt szeretném mondani még ebben az összefüggésben, hogy úgy hallottam, hogy Zoli, aki kedves kollégám, tanítványom volt, és mondhatom, hogy barátom is, közéleti szerepre készül, önkormányzati választás lesz, úgyhogy én ehhez sok sikert kívánok, és nagyon remélem, hogy a karcagiak jól fognak dönteni, mert egy közösségnél nagyon fontos, hogy olyan embert támogassunk, olyan jelölteket támogassunk, akik ott élnek, helyi, és ismerik a helyiek problémáit. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerencsés választás és döntés, és a legjobbakat kívánom ehhez a kollégámnak. A karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a térség egyik legjobb középiskolája. Végzős diákjai közül évről évre egyre többen folytatják tanulmányaikat a Debreceni Egyetem különféle szakjain, ahol az átlagot messze felülmúló teljesítményt nyújtanak.